Sziasztok, ez itt a Szakmát tanulók, a Telepaks műsorában mesterségek fortéjaival ismerkedünk. Most egy eredeti olasz étterembe látogatok, ahol arra keresem a választ 2019-ben, kiből lesz a jó szakács, tartsatok velünk! Itt az étteremben már vár minket az étterem tulajdonosa, Matteo. Szervusz! Köszöntelek, és köszönöm, hogy megmutatod a szakmának a fortéjait. Szívesen. Elsőként arra lennék kíváncsi, hogy szerinted kiből lesz a jó szakács? A jó szakács először fontos, ez egy gyerek, aki szeret ez a munkát csinálni, szeret enni, szeretik egy burgés munkahely, szeretik a meleg hely, mert meleg van bent egy konyha, meg buszke ez a munka kell legyen, mert ez nem ennyire egyszerű, könnyű is, de nagyon kell tanulni. Sok idő kell tanulni ez a munka. Mik az első lépések? Hát próbanapok, mellette egy ember, aki már régen óta ezt csinálják. Minden kell foglalkozni, vigyázni, pontosan, hogy csinál, és próbálni ugyanazt készíteni. És nagyon sok túlerem. Ez a biztos. Sok türelem és gondolom sok gyakorlás, és ezután alakult, hogy milyen ízekkel kezdünk majd dolgozni. Ez már a következő. Ez már a további lépcsőfok. Itt Pakson az étteremben mennyien dolgoztak, és milyen a csapatod? Hát egy normális nap, szerintem egy 7 ember. Vannak bent 2 a pizzás, 2 szakács, egy konyaki segítő, 2 pincér, és a futárok, 2 is per nap. Milyen a csapat, milyen az összhang, hát, hogyan látod főnökként? Látom, itt is sikerül jó a csapat, egy kis család, ez a fontos nekem. Nemrég nyitottátok az éttermet, ugye azóta milyen sikereket értetek el? Én azt hallom itt a városban, hogy nagyon népszerűek vagytok. Úgy érzem, jól sikerült. Ez ugyanaz nekem ez, hogy jöttem, mint a kis testvére a szexárdi étterem, és azért direkt is van más étterek van. Tehát valamit módosítottatok. Igen, a technológia is kicsit más a konyha, hogy készítünk, rövid az étlap. A pizza meg a saláta, ez ugyanaz, mint a szexárdi, ugyanaz az alapanyag, ugyanaz a termék, az náluk. Készültél nekem egy feladattal. Pizzát fogok készíteni. Igen. Egy kicsit izgulok, bevallom, mert én még nem csináltam ilyet. A nézőknek is elárulom, hogy nem sütöttem még pizzát. Igen. Gondolom lesz, amit elrontok, de majd a segédleteddel tudunk korrigálni. Én is hibáztam. Sokszor is. Sokszor is. Nagyon. Milyen volt nálad a kezdet? Erre hogyan emlékszel vissza? Nagyon néz volt, és gondolom, hogy soha fogja menni. Tényleg? Igen. Sokszor vagy lyuk lettek a tészta, amikor nyitottam, vagy lesett a pizzalapától, de pont ott akkor kell túlelem legyen, és újra próbálni minden. Újra próbálni. Ez a munka, nagyon sok, nem szabad várni, ebbe jön. Mert biciklizni is, több bicikli, akkor gyorsan mész. Igen. Ugyanaz, mint a bicikli. Na, hát akkor én már ennek tükrében türelmetlenül várom a feladatot. Jó. Kaptam egy kötényt is, ezt felveszem, és akkor utána kezdjük a munkát a konyhában. Matteo, akkor ez itt a tészta. Igen? Ezt én már megkaptam készen. Ennek mik a tulajdonságai, mi az ismérve ennek? Kizárólag úgy kérdezem, hogy az étteremből ne... Hát az alapanyag nagyon számít, mi van bent. Olasz termék, az nagyon kötelező. Jó receptre kell egy jó pizza liszt, ez a lényeg. A termék, amit használjunk. Egy pontosan receptúra kell, egy forma kell mindig próbál csinálni, nem váltani. Még ott tartunk utána a tészta. Ez a lényeg. Kész van egy dagasztás, ami nem kísérletes is csináljunk, legalább egy 8 kg. Akkor kell egy nagy dagasztógép, és ott kezdődik menni az összes, ami kell a termékek, kész van a dagasztás. Mi tartjunk egy 24 óra, amikor van mennyi időt, reméljük mindig. A jutó, pihenjük a tészta, utána kint jön, kezdünk bucizni, ez a kis gomboc. Igen, és akkor utána már lehet kezdeni dolgozni, ugye? Igen. Nagyjából ez az a mozdulat, amit próbáltam elesni tőled, mondjuk azt nem tudom, hogy mekkorára. De nem lesz a probléma.
Nem lesz ezzel jó, probléma? Utána szerintem már bejött. Jó, alját tetején. Nagyon szépen, erősebb is, kicsit lisztezok, már tudsz kijönni. Igen, így. Az asztal. Igen, az asztal, oda is kell egy kis liszt. Igen, ugye, igen. És akkor, hogy volt? Így. Ugyan... Nem? Igen, itt nézd, Krisztián, jó, erős, ez mindig. Középtől, középtől a szél is kell menni. Mert akkor a szél is marad vastag és közép vékony. Uh-huh. És meg kell tartani a kerek formát. Igen, a kerek formá nagyon számít. Ha jól nyitod a buci, akkor kerek lesz a pizza. Ha rossz nyitod a buci, akkor kezdik ovális forma. Igen. De lehet mindig javítani, ez biztos. Értem. Bármi lehet. Plusz itt van egy ilyen nyújtógép. Igen, ez egy... így már mehet bele? Nyugodtan. Itt van egy bekapcsoló. Igen, itt van. És akkor innen fölülről szépen beleengedem. Igen. Igen, ide lent kell vissza, kell kapni. Nem akarja? De. Túl vastag? Nem. Nem. Ide leveszed, jó? Ez most jó ovális. Ez már a tiéd? Nem, ez a jó ovális, ja, mert igen. Akkor leforduló a másik rész. Vigyázzon viszik, és itt már van a másik rész. Látod, mondjuk első, szerintem egész jól sikerült. Na, ezt örömmel hallom. És utána mi jön most? Látom, ez a probléma, most kicsit korán vagyunk, kicsit száraz a szél, és látom, mert hideg van még a tészta, mondjuk. Aha. Akkor itt martól lehet lisztezni minden, mert és akkor itt lehet, van a... Jó kis mozdulat. Van a ide, bármi lehet az asztal, a lényeg utána lényeg nincs lisztes. Igen. Mert akkor utána ropog, nagyon bent a pizza kemence. Meg nem jó a íze, mert jégíti bent. Lehet igen. Bármit csinálni a tészta. Oh. Van aki ilyen, van aki az asztalon, van kollega. Kollega, megmutatja aki... a kollega is? Bemutathatom. Csak itt, akkor... látszik a, itt nagyon látszik a rutin a kollega. Ez igaz. Te Máté, ő is, amikor jött a nálunk, semmi gondos volt a pizza, nem Máté? Nem volt hozzá közöm, ja. De esküszök. És jó, is tanultad, nagyon. Uh-huh. Látom, ez már egy jó forma pizza ez. Látom, most az a probléma, mikor nyitunk egy ide ez a dovalás, és vékon van a tészta, van a lehetőség a lyukhoz, van lyuk. A lyuk, akkor azt be tudjuk. Ha lehet, csak akkor utána nagyon néz a lapat. Ez a lényeg, nem szabad lyukozni, mert akkor kunnyod lesz a... Meg gondolom, látod is már a különbség, látod? Itt igen. Nagyon egy forma, itt vékony, és itt már vastag ez. Aha. De ugyanaz minden lehet, ez is lehet csináljuk, ezzel a szeretet, megyünk tovább ez. Uh-huh. Mert ez a tiéd. Minden alapanyagot ehhez egyébként otthonról hoztál? Igen, igen, igen. Ale is, most Magyarország nagyon sok a cég, aki viszi nekem minden. Közben megpróbálhatom ezt a... Nyugodtan, nyugodtan. Ezt szerintem inkább... Jó, próbálják, ez is. Hát... ez... Nézd, ide. Ugye, mint egy... Vagy nézd, itt is, ez is lehet jó, nézd. Ide most nincs óra rajta, meg kell látom. Igen. Ide megy, mert a vékon már mindig közép, és mindig nyúlik a szél, és mindig marad így szép a szél. Hát abból itt már egy családi méret csináltam. Családi méret. Látod? Itt ez egy passzírozott paradicsom, mert is egy olasz paradicsom. Olasz és napérlelt. Egyszerű, egyszerű, semmi nagy túl fűszeres, a legegyszerű. Úgy szoktuk minden mondani. Mi a mennyiség, ami egy másfél kanál. Másfél kanál. Ez a lényeg mindig közép. Ide. Közép, és mint egy óra. Ide. Elkezdjük szépen szét. És mint egy óra kell menni, mert a lényeg ez mindenhol legyen egy forma paradicsom. Uh-huh. Hát tényleg jól dolgozik, jó volt ez. Úgy gondolod, hogy esetleg jöhetnék? Fidi, gondolom erős vagy, de fogom írni. Próbálkozom azért, és mennyire mehetek ki a szélére? Elég ilyen. Szerintem mindig, igen, legyen mindig kis periméter, mert túl sok nem jó, mert akkor nagyon szárad a szélé. Hát túl kevés, már nézd így. Mert akkor lefolyik kint, és amikor pizzalapat használod, akkor több lejegység áll, jön a fejtet kint. De egész jó most. Nagyjából így. Igen, nagyjából jó. Ide jövünk vissza. Itt van a sájt, ami már... Az a második lépcső. Igen, a pizza mozzarella.
kukorica mozzarella. Ez már nem van része. Ebből mennyi jön? Egy fél marék? Egy egész inkább. Ez egy 100 gram, legalább 100 utóbb. És mindenhol legyen rajta. Ez kb. Nézd. Krisztián, szóltam egy nagy. Aha. Egy nagy, akkor szóltam elég lerakom közép, és akkor oldanak. És akkor azt is középről. Igen, mert itt gyorsabb csak. Mennyi idő van egy pizza elkészítésére? Mert gondolom, aki rendel, hát, az éhes. Igen, de hát első számi mennyi a kiszállítás? Így. Nagyjából ez így? Hát egy kicsit, jó? Igen. Mondjuk, Olaszország tökéletes ez, amit csinálta. Igen. Itt nem, mert az ember szeretik, amikor elég sajtos, meg sok feltét. De pont azért, amikor sok ember, mondjuk magyarok megyen nyaralni, így vissza mondják, nálom jobban volt a pizza, mint kint. Nem volt semmi rajta. Mondjuk azt, hogy kint egy kicsit spórolnak. De nem a spór, mondjuk van sok felte, amit illet túl intenzív. És nem jó, amikor túl sok vanna. Hát már kell, pont amennyi kell. Jó vékony, mert túl sok, akkor túl vízes. Érted, szalonnásunk ez is túl sok, már ha túl zsíros kezdik, sós, vádani ízét, akkor te nagyon ne. Hát zsíros volt a pizza múltkor nálad. Sok rajta, akkor pláne van. Értem. Ez a... Mondjuk, ez a legegyszerű, nekem a kedves pont a margarita. Én mindig szokom, sok pizzaszósz, kevés mozzarella, ez nekem már ez ideális, igen. Bazsálikom a végén, friss. És itt Pakson miből rendelnek a legtöbbet? Hát te úsos pizza. Magyaros, igen, sajtos pizza, négy sajtos, látom is jól megy. Frutti di mare is viszik, és vannak ki direkt ide jönne, ez miatt. Aha. Érdekes. Nagyon tetszik, még valamit tehetünk rá esetleg? Nyugodtan, amit szeretne. Sókászor, ami kint van fönt, ami van fönt neked, a ütó, vagy bármi lehet, gorgonzola sajt. Egy pici sonkát. Egy kis sonka, persze. Leadom neked, amennyi szeret, ahogy szeret, ahol szimpatikusabb. És ezt nem középről, hanem mondjuk... Ahol szeret, a lényeg ez legyen mindenhol. Olaszország, csak itt is más csináltam. Olaszország szoktunk itt darabolni. És akkor mindenhol megy. Igen. Vagy kockázmolóbb, de nagyon sok, azt nagyon kell orrás sunkát, még kezeljünk, akkor több lehetség a... Ez most így nagyjából... Ideális. Ez kezdi, jó. Szeletke. Igen? Nekem nagyon tetszik, és már a nyál is összefutott a számban. Nagyon fontos lépés következik. Ez most következik. A legnehezebb. A legnehezebb lépés következik, mert hogy be kell tenni a sütőbe ezzel a lapáttal. Melyik sütő? Az alsóba fogjuk betenni? Jobban, nem? Hát inkább az alsóra. Jó. Mindig jobban sok. Akkor az alsóba. Jó, én kinyitom, már nem még itt az alja egyből, jó? Vigyázz, mert sok a pizza szósz rajta van, jó? Ezért inkább mindig úgy így egy szín maradjak. Nem lehet így ráhúzni, így kérdez. De, nézd ide, nem, nézd. Túl magas. Túl magas? Igen. Látod? És már föl, jó, nézd. Le kell fektetni a lapát. Érted? Ez a probléma. Így, ez jó pont, amikor fordít, amikor berakod. Fölvinni, ez ilyen. Nézd, már lehet vissza is rakni. Ez már tiéd. De gyere már visszatok egy kicsi, jó? Egy kis tisztezés. Neked konnyú lesz. Mondjuk, sok is nem jó. Hoppa, nem szeretik a túl sok a liszt, nem jó. Utána ment a pizza keménce. Jó, nyugodtan. Kicsit húsz át, ha ilyenkor van, aztán visszadom. Igen. Aha. Most gyere oda, visszafele. Látod, már jó? Aha, most lejött a fele is. Igen. Bocsánat, az ügyetlenkedésért. Semmi gond. Krisztián, ez befél. Kicsit fog nyugodtan. Igen. Kicsit visszafúzott. Aha. Kicsit el... Látod? Micsoda fortéjuk. Most bet, akkor bet. Figyelj, fordulják, szerintem először ide közép. Középre? Ide már túl közép eleje, jó? Jó. Bemész? Bemegy. Kicsi meg, menj a ben. Menj tovább, jó? És lássam mozekin. Ez már szuper. Belement. Azzal, hogy a pizza bekerült a sütőbe, még abszolút nincs kész a munka, ugyanis egy ilyen speciális eszközzel forgatnunk is kell. Gondolom azért, hogy egyenletes legyen a sülés. Igen, meg egyforma. Egyforma legyen a sülés. Akkor szoktunk kinyílni. Kinyitunk. Igen. Ez is be alá. Igen. Miért a másik irányban forog? Igen. Ez már jó. Tudom. Nem? Ide. És így. Jaj.
Nem jó, ezt már elrontottam. Nem. Megmutatod a technikát? Nézd. Ide. Látod? Azt a... És ez mindig kell. Legyen mindig el. És mit látunk most az alján, ha megnézsz? Hát várják, ez már kezdő, jó? Már pirul, ez már lehet túl meleg is a keményszer. Lényeg ez az oldal is. A széle se legyen nem túl fej. Ez a probléma pont, amikor bemegy az első pista, leeső, van elég lehetsége az alján jégétig, és a széle meg nyers, meg a tetejé, mert túl magas. Tehát nagyon kell figyelni arra, hogy minden arányosan legyen. Igen, ez elektromos pizza keményszer, ez pont az, mondjuk az iba. Mert lenne egy fattuzelés, mert egy gázos, akkor nem ezt csinálja, mert van egy fog, egy stabilis fog. A elektromos nagyon kunyú, melegszi nagyon kunyú, lefele is megy. Értem. Amikor szerintem most... Megint jön egy forgatás? Igen, egy kis forgatás. Hol látom, ez a már alakul, meg mondjuk ez meg a... Az a buborékosodik karton sajt. Ez az a baj, ezt megcsinálom neked utána, csak ez... Szerintem az jobban neked fogja menni. Mert ez nem fogja tapadni, mint a másik szerintem. Ha? Akkor ezt is próbáljam meg én. Kicsi vágó szerintem, hogy nem legyen túl nagy neked a pizzalapac. Jó? Van egy tányér, srácok? Mert látok, Krisztián, ez már kicsi mondjuk. Ez első pizza neked egész jól néz ki, Krisztián. Az erre adom neked, ez rakjátok ki. Hát figyelj, Mateo, egy ilyen helyen, és akkor arra megy a tányér. Igen? Egyébként egy ilyen profi helyen reméltem, hogy nem fogok nagyon béna pizzát csinálni. Úristen, de jól néz ki, mutatom a kedves nézőknek is. Forró saj buborékosodik rajta, így jön a tányérba, ugye? Igen. Mondjuk, ez látom, pont az egy kicsi szaráttal, ez van. Ez a szára dolog. Nem lesz száraz a szélés, amikor ideális, nem túl hideg a tészta, akkor ez nem szok. Ez pont amikor túl hideg, száraz van. Értem. Mondjuk én ezt ilyenkor nagyon szeretem. Igen, de ez aki nagyon szereti, ez aki pont ezer után jön a reklamáció, mert nem szeretik. Hát elképesztő az illata is. De egész jól sikerül, Krisztián. Azért még a liszt is ezt. Köszönöm, nagyon. Igyekeztem. Nyugodtan mondhatom, hogy a legjobb rész következik, ami ugye a kóstolás, mert hogy elkészült a pizzánk. Így külalakra milyennek látod, Mateo? Hát egész jó. Az első pizza jól sikerült. Jól sikerült. Hát van egy apró hiba, de első pizza ez egy tökéletes munka. Nehéz manapság jó szakácsot találni? Hát nagyon. Nagyon nehéz? Nagyon. Nagyon sok, aki iskola után gondolkozik, először kell próbálni egy másik ország a munka, a pénz miatt, de nem ez a... Ez a kács, ez lépcső kell menni, tanulni mindenhol, nem lehet ebbe keresni jó. És már kibírják ez is, mert ez nem egy ennyire egyszerű munka, ugye mint a tonfőzői tészta, vagy mert van, amikor tényleg nagyon könnyen napok, és hosszú nagyon a nap, és állam és fáradt. Tehát bírni kell. Bírni nagyon. Ez egy elég, a pizza, pláne egy elég fizikai munka nagyon. Pizza szagács. Aki pályaválasztás előtt áll, miért javaslod neki a szakácsot? Mik a szépségei ennek a szakmának? Hát szerinted a jó ízeken kívül a miket pizza szakács, ez szerintem egy ennyire jó munka, ami bármelyik a világnész, mindig van egy munka lehetség mindenhol. És jó fizető munka a pizza szakács, mert ez ugye mint egy jogsi. Bárhol mész, mindig van egy pizza szakács keresik, mindenhol. Ez egy elég jó dolog tanulni, ez a munka. Mateo, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad a szakmának a fortéjait, a nézőknek pedig a figyelmet. Köszönjük, ha tetszett a műsor, akkor vissza lehet nézni a www.telepaks.hu internetes oldalon, és akár meg is lehet osztani a Facebookon. Mi most megkóstoljuk a pizzát, de még ne kapcsoljatok el, mert megmutatjuk, hogy hogyan készítik a profik. Legközelebb egy újabb szakmával jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!